Karácsony közelettével megnő a vásárlások száma, azonban gyakran előfordul, hogy az ajándéknak szánt termék nem váltja be a hozzáfűzött reményt, esetleg minőségi hibás. Ebben az esetben fontos tudni, hogy 2 évig úgynevezett szavatossági jogokat érvényesíthetnek a vevők, mondja Benke Erzsébet, a Tolna megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályának vezetője. Nagyon fontos tudni, hogy a vásárlástól számítva 24 hónapig szavatossági jogainkkal élhetünk, amely megoszlik az első 6 hónapban a kereskedőnek kell bizonyítania azt, hogy a hiba a vásárlást követően keletkezett, a 7. hónaptól a 24-ig pedig a fogyasztóra esik át ez a bizonyítási teher. Hibás teljesítés esetén 5 féle szavatossági jótállási igényt érvényesíthetnek a vásárlók. Többek között kérhetik a termék cseréjét. Itt lényeges megjegyezni, hogy egy kék blusz helyett a vevő nem köteles elfogadni azt, ha az eladó egy ugyanolyan fazonú és anyagú pirosat ajánl fel, függetlenül attól, hogy annak ára és minősége nem tér el a korábbiaktól. A fogyasztói jogaink a kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás a szerződéstől csak abban az esetben illetnek meg minket a jogszabály alapján kötelezően, hogyha minőségi hibás termékről beszélünk. Tehát a cég jó indulatán múlik, hogyha azért, mert nem tetszik mondjuk a megajándékozottnak, akkor kicseréli vagy visszaadja a termék vételárát, mert akkor az nem számít minőségi hibának. Minőségi hiba esetén, amennyiben nem sikerül rendezni a kereskedővel a problémát, akkor az illetékes fogyasztóvédelmi osztályhoz és a békéltető testülethez fordulhatnak.